Lövöldözés a pszichiátrián. Egy ámokfutó a kiérkező járőrökre tüzelt, akik három lövéssel ártalmatlanították. Aratnak. A téli csapadék miatt voltak ugyan gondok, de jó termést várnak a szakemberek. Kilenc érem a világbajnokság előtt. Jól szerepeltek a dobóese kitűnőségei a zalaegerszegi ifjúsági országos bajnokságon. Ez a Szombathelyi Televízió híradója, a műsorvezető Maros Kis Adrien. Jó estét kívánok! Lövöldözés volt ma hajnalban Szombathelyen a 11-es huszárúton, a pszichiátrián. Egy dühöngő férfit célzott lövésekkel tudták ártalmatlanná tenni a rendőrök. A támadó súlyosan megsérült, másnak nem esett baja. Délelőtt még helyszíneltek a rendőrök a szombathelyi pszichiátria épületénél. A kora reggeli ámokfutás nyomait vizsgálták. Egy söptei férfi hajnalban állítása szerint a hozzátartozójához akart bejutni. Amikor a portások beengedték, benzint locsolt szét az udvaron és meggyújtotta, majd pisztolyt rántott. Ezután a kórházi dolgozók azonnal hívták a rendőrséget. A helyszínre küldött járőr megállapította, hogy a tüzet már meggyújtotta, és több lövést adott le a járőr irányába, ezért a járőr figyelmeztető és után célzott lövéssel eltalálta az illető férfit. A rendőrök a vállán, a combján és a lábfején találták el. Egyelőre nem tudni, hogy a férfi miért gyújtott tüzet és miért lőtt a rendőrökre, mint ahogy azt sem, hogy éles fegyvert használta. Az első vizsgálatok alapján valószínűleg korábban már kezelték a pszichiátriai osztályon. A megyei napilap szerint a férfit élénken foglalkoztatták a gyilkosságok, a vallás, illetve a politika. Ezekről zavaros cikkeket is írt az interneten. És hát most nézegetjük az ő adatait, állítólag korábban többször volt kezelés alatt a kórházban. A férfit megműtötték, állapota stabil, a kórházi kezelése alatt rendőri őrizetben marad. Vas megyében is elkezdődött az aratás. A megye keleti részén zajlik a betakarítás, de ahol tudnak, Szombathely és Vasvár környékén is aratnak. A gazdálkodók helyzetét nehezíti, hogy a betakarítás előtt álló gabonatáblákban a hétvégi jégeső komoly károkat okozott, ezért ott pár nappal előbb kell megkezdeni az aratást. 40 hektáron aratnak őszi árpát ezen a Püspök-Molnárihoz közeli táblán. Sörárpász, két soros, végig szépen kitálták a szemek. Sörárpa minőségű, a gabona jól fejlődött, mondja Farkas Imre. A téli csapadék miatt ezen a táblán is voltak gondok, de jó termést várnak a szakemberek. Ennek a táblának is vannak olyan részei, ahol egyrészt a termés ki is veszett, de a jó fekvésű földeken ott nagyon jó a termés. Ez egy gyenge adottságú, kicsit homokos talaj, de a 4,5-5 tonnás termést, sőt inkább az 5 tonnához közelít az átlag, én úgy gondolom, az meg lesz. Június 21-én kezdtek aratni a megyében. A Kemenesháton kezdték meg a munkát a kombájnok, de Szombathely környékén is, aki már tudott, a földeken dolgozott. Az eddigi adatok alapján körülbelül 530 hektáron takarítottak be őszi árpát. Főként a gyengébb minőségű területeken aradtak eddig. A 3800 kg hektáronkénti termés átlag nem kiemelkedő. A várakozások alapján a megyei átlagot 4200 kg körül várják a szakemberek. Az őszi kalászosok mindegyikénél, vagyis hát az őszi növényeinknél mindegyikénél magasabb terméseredményt várunk, mint az előző években volt. A tavasziaknál viszont katasztrofálisan gyenge minőséget produkál az idei esztendő, illetve mennyiségében is lényegesen kevesebb lesz, mint amennyit a gazdák elvárnának. Ez a szeszélyes, hóval és csapadékkal teli tavaszi időjárás következménye. A nemrég hullott jégeső miatt a gazdálkodók egy része, a kármentés érdekében, kénytelen volt a tervezetnél pár nappal korábban aratni. Az őszi búza és a repce betakarításának a megye nagy részén a szakemberek szerint csak körülbelül 2 hét múlva tudnak neki kezdeni a gazdálkodók. A felvásárlók is egyelőre kivárnak a tapasztalatok szerint. Az árak egyelőre 15-20%-kal alacsonyabbak, mint az elmúlt években. Egészségügyi dolgozók kaptak elismeréseket a Semmelweis Ignác díjátadó ünnepségen. Vajdahunyadi képviselők és turisztikai szakemberek látogattak Szombathelyre. Hétfőn zárva lesznek az okmányirodák, rövid hírekkel folytatjuk.
Lászlóné Endrődi Katalin bőrgyógyász, kozmetológus főorvos és Tánic Éva megyei tiszti főorvos kapta a Szombathely egészségügyéért díjat. A csütörtöki Semmelweis ünnepségen az egészségügy területén dolgozók számára a város által alapított kitüntetéseket adták át. Kiemelkedő egészségügyi munkáért díjat Gáspárné Pécz Csilla, Tompáné Német Anita, Asbóth Jánosné, Bók Ida, Takács József és Steinbock Józsefné kapott. A Pro Sanitate Savarie életműdíjat Gagyi Dénesné szakgyógyszerész a novemberi Szent Márton gálán veheti át. A romániai Vajdahunyad önkormányzatának munkatársait fogadta a Városházán Lazári Viktor alpolgármester és Szakály Gábor tanácsnok. A Vasi megyeszékhely 23 éve ápolt testvérvárosi kapcsolatokat Vajdahunyaddal, legutóbb néhány hete szombathelyi kézművesek vettek részt az ottani magyar napokon. A mostani látogatás célja a tapasztalatcsere. Vajdahunyad ugyanis jelentős turisztikai fejlesztéseket tervez, ezért az Ézeon felújításáról, a Szavária karnevál szervezéséről és a Sümegi vár wellness turisztikai programjairól, azok finanszírozási hátteréről tájékozódnak a politikusok és a szakemberek. Július 1-e 2001 óta a köztisztviselők, 2011-től pedig már a kormánytisztviselők napja is. Így hétfőn számukra munkaszüneti nap lesz, ezért az okmányirodák, kormányablakok és a szakigazgatási szervek zárva tartanak. Legközelebb kedden várják majd az ügyfeleket. Figyelemfelhívó akciókat, szűréseket és tanácsadásokat szervez az ANTS a kettes típusú cukorbetegség megelőzése érdekében. A program főként a 18 év alatti korosztályra fókuszál, ugyanis egyre több a túlsúlyos gyermek. A programról sajtótájékoztatón számoltak be a járási tiszti főorvosok. Eperturmixot készítettek a gyerekek májusban a Donászi óvodában. Az egészséges táplálkozásra már ebben a korban érdemes felhívni a figyelmet. A statisztikák szerint ugyanis egyre több az elhízott gyermek. A legfrissebb becslések szerint a 18 év alatti korosztályban minden negyedik fiú és lány túlsúlyos, az idősebbeknél pedig még magasabb ez az arány. Náluk alakulhat ki legkönnyebben a kettes típusú cukorbetegség, vagy az ennek kockázatát növelő metabolikus szindróma. A magas vérnyomás, mint társ betegség vagy kísérő betegség is szerepel. Ezen kívül egy megnövekedett haskörfogattal állunk szembe, bizonyos laboratóriumi eltérések is vannak. A rizikót a cukorbetegség kialakulására pedig tovább növeli a napi gyümölcs és zöldségfogyasztásnak a hiánya, és hát az abszolút mozgáshiány. A Vas megyei kormányhivatal népegészségügyi szerve a következő egy évben megelőző programot szervez, amely a mozgás fontosságára és a helyes táplálkozásra hívja fel a figyelmet. Felméréseket, továbbképzéseket, előadásokat és gyakorlati tanácsadásokat szerveznek. A program főként a gyermekekre fókuszál. A védőnök bevonásával szeretnék kiszűrni azokat, akik még nem tudnak a betegségükről. Akik túlsúlyos gyermekek, illetve fokozott a rizikójuk a cukorbetegség kialakulására, őket az intézetünkbe irányítanák, és itt egy személyre szabott tanácsadás lenne ezen gyermekek számára, ami diétás tanácsadást jelent, illetve egy ilyen életmódi edukációt. Ezt szakemberek bevonásával végeznénk, dietetikus, illetve diabetológiai szakápoló segítségét vennénk igénybe. A figyelemfelhívó akciót, amelyet mozgásos programok is kiegészítenek, a Körmendi és a Sárvári járásban is megszervezik. Megújulhat a Vasmegyei Horgászszövetség kezelésében lévő újperinti horgásztó. A tervek szerint horgászhelyeket alakítanak ki a város felüli oldalon, rendezik a környezetét és a vízjogi engedélyt is megszerzik. A borús idő ellenére is akadtak pecások, akik az újperinti horgásztavon hódoltak kedvelt szenvedélyüknek. Ponty, kárász akad itt gyakran a horogra. Délelőtt kivoltam a csónakázatóra, csónakáztak. Pont a helyemre nem tudtam ülni, azt gondoltam, akkor jövök ide. A rendszerváltás előtt kavicsot bányáztak a területen, azután 4 tó maradt. Közülük ezt a 4 hektáros tavat a Megyei Horgászszövetség bérli az önkormányzattól. Bár sok a pecás, az elmúlt években a fűnyíráson, kisebb tereprendezési munkákon kívül nagyobb fejlesztés nem történt.
Tervek viszont készültek arra vonatkozóan, miként lehetne kulturáltabb körülményeket biztosítani ehhez a szabadidős tevékenységhez. Vasmegyei Horgászszövetség az együttműködésben vállalná azt, hogy az Újperinti tónak elvégezni a partrendezési munkálatait, hozzá kapcsolódó engedélyeztetéseket, terveket beszerezni, illetve a teljes engedélyeztetés vízjogi üzemeltetési engedélyig megszerezni, amelyet a város rendelkezésére bocsátana, ezt követően pedig a szövetség azt kérné, hogy 2025-ig legyen meghosszabbítva a haszonbérleti szerződése, kedvező bérleti feltételekkel. A város felőli oldalon szükséges a partrendezés. Az önkormányzatnak azonban néhány kisebb területet még meg kellene vásárolnia, hogy a fejlesztés megvalósulhasson. Az engedélyek beszerzése, a munkák elvégzése egy évig tartana. A szövetség vezetői a fejlesztéstől azt várják, hogy egyre többen látogatnak majd az Újperinti tóra is. Gyurács Réka új világcsúccsal 76 méter 4 centiméterrel nyerte meg az atlétikai ifjúsági országos bajnokság női kalapácsvető számát. A dobóese másik kitűnősége Völgyi Helga is nagyobbat dobott a régi rekordnál, és eredményével a második helyen végzett. A Zalaegerszegen megrendezett atlétikai ifjúsági országos bajnokság előtt Völgyi Herga tartotta a korosztály női kalapácsvetésének világcsúcsát 73 méter 62 centiméterrel. A zalai versenyen ez Gyurács Réka több mint 2 méterrel múlta felül, és 76 méter 4 centiméterrel új rekordot állított fel. Szerintem a határ akár a csillagos ég is lehet, hiszen a 3 kilós szerrel bármeddig dobhatunk, itt csak a technikának kell javulnia. Az ifjúsági OB-n Völgyi Helga is túldugta az érvényes világrekordot, ám 74 méter 38 centiméteres teljesítménye ezúttal csak az ezüstéremhez volt elegendő. Úgy gondolom, hogy ez a bajnokság most nem sikerült a legjobban, nem úgy sikerült, ahogyan szerettem volna, de elégedett vagyok az eredményemmel most. Utolsóra ugyanis arra dobtam ezt az egyéni csúcsot, az a régi világcsúcsnak ez meg lett volna felelő, csak a Réka a harmadik sorozatban nagyobbat dobott, azt már nem tudtam überelni. A zalaegerszegi viadalon Halász Bence kalapácsvetésben és diszkoszvetésben is óriási fölénnyel nyert, mindkét szerrel több mint 10 méterrel előzte meg a második helyezettet. Ez jó is és rossz is. Abban az értelemben jó, hogy az ember nyugodtan tud versenyezni, de abban az értelemben viszont rossz, hogy várják tőle a jó eredményt, és hogyha ezt nem tudja nyújtani, akkor ez kicsit zavaró lehet, és a lelkének rossz neki, hogyha nem sikerül. A dobóese három kitűnősége összesen 9 érmet hozott haza a zalaegerszegi ifjúsági országos bajnokságról. Így egyértelműen önbizalommal telve utaznak majd ki július 9-én Donyeckbe, ahol a korosztály atlétikai világbajnokságán lépnek majd dobókörbe. Önök a Szombathelyi Televízió híradóját látták, a legfontosabb események összefoglalói megtalálhatók az interneten, a www.stv.hu címen. Híradónkat óránként sugározzuk, friss hírekkel hétköznaponként este 6 órától várjuk Önöket. Valamennyi munkatársam nevében megköszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!